A hagyományok szerint Vízkereszt napján megemlékezünk a napkeleti bölcsekről is. Számos országban egy tradicionális süteménnyel is készülnek, például a germán országokban három király kalácsot szoktak sütni, amit ma én is elkészítek nektek, nézzétek csak! Remek családi program, mivel a koronát formázó egy nagy és nyolc kis buci egyikébe bab vagy mandula szemet szokás elrejteni. Az, aki reggelinél megtalálja, egész napra király vagy királynő lehet a családjában ennek minden előjogával. Nálunk a fiam volt a szerencsés megtaláló, és az uralma kifejezetten kellemes volt bezzeg, ha én találtam volna meg. Na, szóval remek munka, egy hétvégi reggelinek nagyon megéri elkészíteni, aztán lesni a szerencsés megtaláló óhajait. Kezdjünk is neki! A liszteket átszitáljuk egy nagy keverőtálba. Jöhet bele a porcukor és a vaníliás cukor is. A só csak simán az egyik oldalra, és az élesztő a másikra. Így keverjük össze a száraz alapanyagokat. A tésztát nem csak Ausztriában, Németországban és Svájcban készítik eltérésekkel, hanem az országon belül is hatalmas egyetnemértések vannak. Van, aki csak mazsolával készíti, van, aki meg belepakolja a fél csemege pultot az összes aszalt és kandírozott gyümölccsel. Én azt gondolom, hogy mindenki a családja szája íze szerint készítse el a kalácsot. Például én csak csokoládét szórok bele. A karácsonyi sütemények után jól esik egy másik ízvilág, hiszen pont búcsút is intünk neki a Vízkereszt napjával, a fa leszedésével és a farsangi időszak megnyitásával. Ha beleforgattuk, jöhet hozzá a langyostej és a dagasztás. Ha már felvette a folyadékot, adjuk hozzá a puha vaj felét és dolgozzuk bele. Ekkor jöhet a maradék is, és valami jó zene a rádióból, mert itt egy 5-6 perces alapos dagasztás vár ránk. Addig kell dolgozni, amíg szépen elválik a táltól és a kezünkről is. Szép, feszes gombócot alakítunk belőle ragacsmentesen. A csoki a kezünk melegétől kicsit megolvadt és megszínezte a tésztát, de ettől nagyon finom lesz. Tegyük a tálba, fóliázzuk le és kelesszük a duplájára. Ez lehet, hogy egy óra alatt megvan, de ha hűvösebb az idő, akkor több is kellhet hozzá. Enyhén lisztezett deszkára borítjuk és lemérjük. Az ötödére lesz szükségünk a középső nagy bucihoz. Formázzunk egy feszes golyót belőle. Őszintén szólva szemre is nyugodtan fel lehetne osztani, sok sütit én is így szoktam készíteni. Viszont ennél az ünnepi kalácsnál nekem fontos, hogy egy csinos koronát formálva tegyem reggel az asztalra, és ezért használom a számológépet és a mérleget. A maradék tésztát lemérjük és 8-al osztjuk. Egyesével mérjük meg őket, és ha kell, akkor még vegyünk el belőle, vagy adjunk egy kicsit hozzá. A nagyobbik bucit újra feszesre húzzuk, és kissé lelapítva a sütőpapírral terített tepsi közepére tesszük. Kisebbeket egyesével golyóvá formázzuk úgy, hogy a közepe felé feszesre húzgáljuk, és a deszkán meggömbölyítjük. Így sorakoztatjuk körben a nagy mellé. Ne felejtsük el az egyik közepébe elrejteni a babszemet.
tőlem mindig megkérdezik reggelinél, hogy melyikbe rejtettem el, és magabiztosan rávágom, hogy a negyedikbe, de őszintén szólva nem szoktam követni, úgyhogy hogy melyik negyedik, fogalmam nincs. Ha mind megvan, kelesszük újra a duplájára, ami mindenképpen kevesebb idő, mint az első keresztésnél volt, de a méretét nézzük és ne az órát, nálam 30 perc kellett. Egy tojást ketté választunk és a sárgáját összekeverjük. Alaposan kenjük levele a tésztát mindenhol. Végül hintsük meg hántolt mandulával. Így mehet az előmelegített sütőbe sülni. Ha kopogásra üreges a hangja, akkor jó. Ez a sütemény a többi országban egészen másképp készül, egy kész gasztronómiai utazás. A franciák természetesen leveles tésztát használnak hozzá, amit marcipánnal töltenek meg. A spanyolok pudingkrémmel töltik a koszorúra formázott süteményt, a görögök üresen hagyják a tésztát, de a tetejét sütés előtt bevágásokkal és szezámmagokkal is díszítik. Kérlek, írd meg nekem kommentben, hogyha te találnád meg a babszemet, akkor milyen törvényt rendelnél el a családodban aznapra. Én azonnal elrendelném az ebéd utáni alvást és az azt követő társasjátékpartit. A receptet a pontos mennyiségekkel és hasznos tippekkel megtalálod a videó leírásában a linkek között és az annuskan.hu oldalon. Ha szereted a finom ételeket, ellenállhatatlan desszerteket, akkor nézd meg ezt a kettőt is. Ugye jól néznek ki? Még több videóért iratkozz fel a csatornámra, lájkold ezt a videót, hogy mások is láthassák, és találkozzunk legközelebb is!